szeretném mindenkinek elmondani, hogy Isten soha, de soha nem csinált vallást. Soha. Istennek sose volt a terve az, hogy mi egy valláshoz tartozzunk. Istennek a kezdetek kezdetétől az volt a terve, hogy egy családja legyen. Azért is alkotta meg az embert, mert ő mindig abba gondolkodott, hogy ő egy édesapa, és akart egy családot maga körül. És ezért is alkotta meg Jézussal együtt az embert, vagyis téged és engem. És az a baj, hogy sokszor elvétjük ezt az irányt, és úgy gondoljuk, hogy nekünk a vallásba meg kell találnunk önmagunkat, de minden problémának, szinte a legtöbb problémának a gyökere a világban az a vallás. És a vallás mindig emberek csinálták, azért, hogy manipulálhassanak másokat, azért, hogy irányíthassanak másokat, de Istennek sosem volt ez a célja. Miért mondtam ezt el? Azért, hogy nyilvánvalóvá legyen az, hogy miért vagyunk itt. Azért vagyunk itt, hogy kitisztuljon az elménk, hogy észrevegyük azt, hogy ő egy édesapa, és mi pedig az ő gyermekei vagyunk, és hogy milyen célra vagyunk megalkotva, az, hogy vele közösségünk legyen. Az, hogy megértsük azt, hogy Jézus Krisztust is azért küldte el erre a világra, hogy mint egy magot elvetette Jézust, mert azt így Jézus mondta maga, ugye, hogy ha a gabona mag el nem hal, akkor csak egy maga marad. Így van. De hogyha elhal a földbe, akkor nagyon sok gabona szemet terem. Amen. Így van, hogy kinő. És ugyanígy volt Isten is, hogy elküldte az ő fiát, hogy egy mag legyen, azért, hogy Istennek egy hatalmas családja legyen Jézuson keresztül. Értitek? Hogyha hiszünk ő benne, akkor mi bennünk is elkezd kiábrázolódni az ő fiának a természete. És akkor személyes közösségünk lehet vele. És igen, ezt tapasztaljuk mindenütt, ahogy itt mondtátok is, mekkora káosz, összevisszaság, mindenki mindenkivel, jobbra-balra, születnek a gyerekek. és higgyétek el, hogy a kezdet az mindig a te szíveddel kezdődik el. Nem a vallással, nem azzal, hogy tartsd be a szabályokat, hanem azzal, hogy találkozzál a te édesapáddal. Mert amikor találkozol vele, ott valami megváltozik. Mikor rájössz arra, hogy hát én nem egy kóborkutya vagyok, hanem egy királyi gyermek vagyok. Az én édesapámnak vagyok, a kisfia vagy a kislánya. És akkor így kezdjük el élni az életünket. És akkor rájövünk arra, hogy Jézus Krisztus arra hívta el az életünket, hogy abban az örömben, abban a szabadságban éljünk, amit ő hozott el a számunkra. És mint mennyei állampolgár élhetünk ezen a földön. Amen. És nem csak mennyei állampolgár, hanem azt írjazik, hogy a mennynek a nagykövetei lehetünk itt a földön. És tudjátok, hogy mit csinál egy nagykövet? Mondjuk van egy, mondjuk a Németországnak a nagykövete itt van Magyarországon. Ő képviseli a Németországnak nem az érdekeit, hanem inkább az, hogy bárki, aki kapcsolatba akar kerülni Németországgal, akkor elmegyünk a nagykövetségre, és akkor ők segítenek abban, hogy hogyan léphetünk kapcsolatba, így van. De mi a mennyei nagykövetek vagyunk a Földön, és segítünk az embereknek abba, hogy hogyan tudnak a mennyel kapcsolatba kerülni. Mert mi mindnyájan egyetlen egy célra lettünk megalkotva, és az, hogy Istennek a dicsőségébe éljünk meg. És tudom azt, hogy a legtöbben, akik most itt vagyunk, most ezt így nem tudjuk elmondani magunkról, hogy benne élnénk Istennek a dicsőségébe. Sőt, nagyon sokszor úgy érezzük tényleg magunkat, mint egy kóborkutya. Ebben a világban tele gondokkal, problémákkal, nehézségekkel, küzdelmekkel. De higgyétek el, hogy nem ez a problémának a gyökere. Hanem az a problémának a gyökere, hogy nem tudjuk, hogy kik vagyunk. És tényleg el tudjátok ugye azt képzelni, hogy van egy hajléktalan ember, és ő a világ leggazdagabb emberének az örököse. El tudjátok ezt képzelni? De mivel nem tudja, hogy az, ezért hajléktalanul éhen hal valahol az utca sarkon. Csak azért, mert nem tudta, hogy ő kicsoda. Mert ha tudta volna, akkor igényelte volna azt az örökséget, ami jog szerint az övé. Így van? Egyetértetek vele? Amen. Ezt ugye megértitek mindnyájan. És ugyanezt látom, hogy akárhol, nagyon sok helyen utazunk, megyünk az országba is, és külföldön is, hogy ez az emberiségnek a legnagyobb problémája, hogy nem tudjuk azt, hogy kik vagyunk, nem tudjuk azt, hogy miért vagyunk ezen a világon,
és nem tudjuk azt, hogy Isten már mindent megtett azért, hogy mi megkapjuk az örökségünket. Amen. És úgy éljük az életünket, mint egy hajléktalan, száraz kenyérhajon tengődünk, mikor az asztal meg van terítve a mennyben. Értitek? És ezért is jöttünk el ide közétek, hogy elmondjuk nektek azt, hogy Jézus Krisztusban ő az egyetlen út, az egyetlen igazság és az egyetlen élet. Azt mondta Jézus saját magáról, hogy nincs más út az Atyához, csak is rajtam keresztül. És pontosan ez volt a célja annak, hogy Jézus eljött erre a világra, hogy legyen nekünk újra lehetőségünk jönni Istenhez. Mert miért nem jöhettünk eddig? Azért, mert Isten egy szent Isten. És a bűneink elválasztottak tőle. Isten nem tud egyszerűen a bűnnel közösséget vállalni. Értitek? Ezért, és érdekes, hogy nem mi tettünk lépéseket ő felé, hanem ő tett mi felénk. Mi rontottuk el azt a tervet, ami Istennek a fejében megszületett, hogy megalkott minket, hogy az ő dicsőségébe éljünk, tisztaságba, teljesen örömteli szívvel, és tényleg tudva azt, hogy kik vagyunk. De mi rontottuk el azáltal, hogy mi inkább a bűnt választottuk. Így van, minnyájan egyen-egyenként. De ennek ellenére Isten volt az, aki a megoldást elküldte az ő fiában, Jézusban. És azt írja az ige, hogy aki hisz ő benne, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát, hogy visszaszerezzen minket magának. És ezért azok, akik hisznek Jézus Krisztusban, és akik tényleg leteszik az életüket, azok visszakapják ezt a fiúságot. Azok lesznek az Úrnak az örökösei. Értitek? Ezért fontos az újjászületés, ezért fontos a megtérés. Mert egyébként el fogunk tényleg veszni, mint egy kóbor kutya. Mert a bűn az zártett minket, mindnyájunkat. Nem, az zártett minket, hogy teljesen eltorzultunk, már nem tudunk őszintén szeretni. Nem akkor szeretlek, ha te is szeretsz. Vagy még akkor se. Vagy mindig csak az számít, hogy nekem mit adsz. Ha nem tudsz nekem adni semmit, akkor húzzál be. Ez a világ, hogy ma. De ezt nem kell elmondanom nektek is, ez így működik a világon, így van? Mert ezt okozta az emberbe a bűnös természet. Hogy én vagyok a középpontjában az életemnek, és az számít, hogy nekem mi a jó. És ehhez, hogy ezt a célt elérjem, képes vagyok mindenkin keresztül taposni. Csak azért, hogy nekem jobb legyen. Ez a bűnnek a természete. Ez mindnyájunkban ott van. És ott volt. De pontosan ezt akarja az Úr, hogy ez megváltozzon bennünk. Mert úgy lehetünk a mennynek a nagykövetei, hogyha engedjük, hogy Istennek a szeretet átformálja a szívünket. És hogy meglássa ez a világ bennünk, hogy valami más van bennünk, mint amit ez a világ adni tud. Amen. Amen. És ez a csodálatos benne, hogy amikor ezt megértjük, akkor úgy élhetünk ebbe a világba, mint Istennek a fiai. Mert Jézus azért jött el, hogy összekössön minket újra a mennyel. Halleluja. Hogy kinyissa az ajtót. Ő azt mondta, Jézus maga mondta, hogy én vagyok az ajtó. És az én juhaim kijárnak és bejárnak ezen az ajtón, és legelőtt találnak. Az én juhaim, azt mondta. Kik az ő juhai, akik ő hozzá tartoznak. Akik azt mondták, hogy Uram, én elfogadom a te véredet, hogy megmossál engem a bűneimtől. És nem úgy akarom már csinálni, hogy én akarom, hanem úgy, hogy te. Amen. Mert tudjátok, amikor mondjuk van egy sportautó, mondjuk egy Ferrari, hallottatok már erről az autóról mindjárt, ugye? Ez a világ egyik leggyorsabb, legerősebb autója. És ezt valaki egyszer megtervezte. Lenzo Ferrari-nak hívták, ugye? Jól tudom. Mindegy. Az a lényeg, hogy az ő nevéről, aki kitalálta. De aki föltalálta és kitalálta ezt az autót, az ő neve volt Ferrari. És mit akarok ezzel mondani? Azt, hogy ő úgy kitalálta azt az autót, hogy hogyan kell ezt a kocsit használni, csinált egy leírást róla. Hogy milyen olajat használjál rá, milyen gumikat tegyél rá, és hogyha azt akarod, hogy ez sokáig tartson neked ez az autó, leírta, hogy ezeket tartsd be, ezeket a dolgokat, és egy nagyon-nagyon jó kocsid lesz nagyon hosszú ideig.
De most képzelje valakit, aki megvesz egy ilyen autót, és akkor egyáltalán nem úgy csinálja. Hanem ahelyett, hogy olajat öntene ugye a motorba, vízzel felönti, legyen kenés. Vagy ahelyett, hogy olyan gumikat tenne rá, ami arra a kocsira való, valami szekérkereket rakna rá. És azt venni észre, hogy az első sarkon, az első kanyarba hatalmas baleset történik, és szerte szétmenne az egész autó, és tönkre menne az egész. Sziasztok! Tudtok követni egyébként? Uh-huh. Igen. Ugyanígy volt Isten is, amikor minket megalkotott. Ő elképzelt, és pontosan tudta azt, hogy nekünk mire van ahhoz szükségünk, hogy egy győztes életet éljünk, egy boldog, kiteljesedett életet. Na, itt vannak az angyalok. Halleluja. Szóval Isten pontosan tudta azt, hogy nekünk mire van ahhoz szükségünk, hogy egy kiteljesedett életünk legyen. És ez le lett írva. Hogyha ez szerint élsz, és ott van ez az Istennek a beszéde, az Istennek az igéje. Hogyha ez szerint éled az életedet, akkor győztes leszel. Amen. Akkor az életed egy kiteljesedett élet lesz, és tényleg be fogod mutatni az ő dicsőségét. És ezt mindenki meg fogja látni. Szervusz, gyere közelebb át. Szóval értitek, miről beszélek? És Isten leíratta velünk az ő beszédét, hogy segítsen nekünk abba, hogyha ez szerint éljük az életünket, akkor egy győztes életünk lesz. Amen. És ennek ellenére nagyon sok ember úgy van vele, hogy hogy nekem az Isten igéje, élek én úgy, ahogy majd én akarom. És jönnek a csalódások, jönnek a katasztrófák. Ugye, mint mikor a szekérkereket árakjuk Ferrarira. Vagy nem úgy kezeljük, ugye, ahogy azt megtervezték. És úgy kezdjük élni az életünket, ahogy mi akarjuk, ahogy én akarom, úgy csinálom, nem úgy, ahogy Isten akarja. És akkor jönnek a problémák, akkor jönnek a nehézségek, akkor jönnek a küszködések, a szükségek, a minden nyomorúság az embernek az életébe, amikor én akarom élni az életemet úgy, ahogy én akarom, és ebből Isten ki akarom hagyni. És nagyon sokan vannak vele, hogy futnak egy darabig, és egy autó is el tud menni olaj nélkül egy darabig. Így van. De utána lehet kidobni az egészet a szemétbe, mert besül a motor, és tönkre megy az egész. De Istennek sosem ez volt a vágya, hogy nekünk tönkre menjen az életünk. És tudjátok, a legtöbb ember, mikor nyomorúságba kerül, mikor nem tartja be Istennek a parancsait, vagy a kéréseit, mert ez igazából ez a mi szabadságunk, a szabad akaratunk az, hogy Isten mellett döntünk, vagy Isten ellen. Így van? Azt írja az ige, hogy íme én eléptettem az életet és a halált. Te válasszál. De én ajánlom neked, hogy az életet választ. Amen. Mert ha Isten szerint éled az életedet, boldog ember leszel. Boldog ember leszel. De hogyha magunknak akarunk élni úgy, ahogy mi akarjuk, majd én tudom, hogy kell, mindig elrontjuk. Ezt én a saját életemből tudom nektek mondani, hogy az életemnek a kezdeti évei az így teltek el. És azt odáig jutottam, hogy Istenem, én nem akarom tovább így élni az életemet. Mert így teljesen vagy börtönbe fogok kikötni, vagy elvonulni, vagy valami. De akkor volt egy pillanat az életemben, amikor azt mondtam, hogy Istenem, ne úgy legyen, hogy én akarom. Nem úgy, ahogy te. Értitek, és itt kezdődik el az ember életében a változás. Amikor mi le tudunk szállni a magas lóról, és le tudunk borulni Isten elé, és azt mondani, hogy Istenem, elrontottam. És úgy éltem, úgy gondoltam én, hogy az a legjobb nekem, ahogy én akarom élni az életemet. De belátom azt, hogy úgy akarom élni, hogy te engem megterveztél. Ahogy megalkottál. És tudjátok, azóta eltelt 25 év az életemben, hogy Jézus befogadtam a szívemben. És soha nem bántam ezt meg. És nem valláshoz tértem meg, én Jézus Krisztusnak fogadtam örök hűséget. A Biblia azt mondja, hogy ő a vőlegény, mi pedig az ő mennyasszonya vagyunk. Amen. És a vőlegény vissza fog jönni az ő mennyasszonyáért. Így van. És nem egy vallásért fog visszajönni, hanem olyan emberekért, akik szerelmesek a vőlegénybe. És erről szól az egész életünk. Értitek? És lesznek emberek, akik el fogják őt utasítani, és azt mondják, nekem nem kell. És
ezekről írja a Biblia, hogy ezek tudnak menni a pokolba is. Az örökké való tűzre, aminek soha nem lesz vége. De Isten nem ezt a sorsot szánta nekünk. Értitek? Nektek se ezt a sorsot szánta. Hanem azt, hogy egy örökké valóságon át ott legyünk a mi édesapánkkal, a mennyei trón körül, ott imádjuk őt, és dicsőítsük őt, és vele együtt ünnepeljünk a mennyben. Amen. Amen. És mi is ezért jöttünk el ide közétek, drága testvéreink, hogy elmondjuk ezt nektek, hogy a mi mennyei édesapánk ma is nem vágyik másra, csak hogy közösségben legyen az ő gyermekeivel. Veled és velem, mert erre alkotott meg minket. Halleluja. Amen. Akkor imádkozzunk, jó? És hogyha jön a szívetekbe az ima föl, egész nyugodtan, hangosan, mondjátok ki az Úr felé, ami a szívetekben van, jó? De ne tartsátok vissza, mert az Úr gyönyörködik abba, mikor mi a szívünkből ki tudjuk felé mondani a hálánkat, a mi dicséretünket, a mi imádatunkat. Mit szóltak hozzá? Jó? Legyetek bátrak. Jézus azt mondta, hogy ha olyanok nem lesztek, mint a kicsin gyermekek, soha nem láthatjátok meg az Isten országát. És milyen a kicsin gyerek? Úgyhogy részt vesz. Benne van. Nem tudom, láttatok-e már ilyen gyerekfoglalkozást. De egyszerűen a kisgyerekek alig várják, hogy ők is ki tudják mondani azt őszintén, teljes egyszerűséggel. Nem tartanak attól, hogy mit szól a többi gyerek. Így van. És ezt kell nekünk is megtanulni, hogy ne egymásra nézzünk, vagy ki mit gondol rólam, hanem egy dolog számít, hogy mit gondol rólam az én Isten. Amen. És amikor így éljük az életünket, ott kezdődik el a győzelem az életünkben. Mert mindig az emberek akarják irányítani az életünket a valláson keresztül. És beleszólni abba, ahogyan mi imádjuk az Urat. De ebben nem szól bele senki. Ugyanúgy, mint abba se szólhat bele senki, mikor egy szerelem van valaki felé. Mikor én szerelmes lettem Évával, próbált a pásztorunk ebbe beleszólni, és azt mondta, hogy megtiltom nektek. Megtiltom azt, hogy összeházasodjatok. Volt rá joga? Ugye, hogy nem. Valami olyanra próbált minket, mert az ő véleménye szerint mi nem illettünk össze, és mondta nekünk, hogy ti soha nem lesztek együtt boldogok, nem illetek össze egyáltalán. Értitek? Ezt teszi a vallás. Mikor emberek manipulálni és irányítani akarnak téged valamin keresztül. De valami már volt egy szerelem a szívünkben. És éreztük azt, hogy ez Istentől való ez a dolog. Éreztük azt, hogy ezt Isten helyezte a szívünkbe, ezt a szerelmet. És 21 éve mi mindig ezt éreztük. 21 év után. Még szeretjük olyan egymást. Tudjátok, én nem Évvel szeretem a jobb világ, hanem az én Istenemet. Amen. És tudjátok, amíg Éva is az Urat fogja legjobban szeretni, és csak azután engem, akkor leszünk mindig boldogok. Mert nagyon sok kapcsolatban az a baj, hogy a társak egymástól próbálják várni azt, amit Istentől kellene. Értitek? Azt a szeretetet Éva nekem nem tudja megadni, amit csak Isten tud. Amen. És amikor én teljesen fürdök az ő szeretetébe, és egyszerűen folynak a könnyeim, és csak imádom őt az ő jelenlétében, azután Évát is teljes szívemből tudom szeretni. És amíg ő is ugyanígy van, ez az a hármas kötél, amiről a Biblia beszél, hogy a hármas kötél nem szakad el. Amíg csak kettes ez a kötél, Éva meg én, ezt úgy kell elképzelni, a hármas kötelet, hogy mi, mint emberek, olyanok vagyunk, mint egy cérnaszál. Ennyi. És így elszakadunk. Így van? Ezért látunk ennyi válást magunk körül. Meg ennyi tönkrement kapcsolatot, házasságot, mert ennyi. Az ördög megfogja ezt a cérnaszálat, és így elszakítja, és kész. Ennyi volt egy házasság. De amikor fogsz egy cérnaszálat, meg még egy cérnaszálat, még ezt is így el tudod szakítani. Így van? Kettőt. De most képzeljétek el ezt a képet. Van ez a cérnaszál, van még ez a cérnaszál, és van mellette egy drótkötél. Ez a két cérnaszál rá van tekerve a drótkötélre. Na, azt próbáld elszakítani. Még egy traktorral se tudod elszakítani. És ez Isten, ez a harmadik szál. És ez az, ami össze kell, hogy tartsa az életünket. Értitek? Hogyha mi az életünket az Úrra építjük rá, és arra, mert ő tudja legjobban, hogy hogyan tudunk mi emberként győztes életet élni.
Ő tervezett meg minket. Mi vagyunk az a sportautó, amit ő megtervezett. És amikor ez üzemeltetés szerűen használom, akkor előjönnek a lóerők. Akkor mindenki csodálja, és tudjátok, hogy mi történik? Mit szóltok, mikor megláttok egy Ferrarit az utcán, így wow! Így végignézünk rajta, így van? Ti is? Én igen? Mert nagyon kevés van belőle, és annyira nagy dolog egy ilyen autót meglátni. De tudjátok, Isten pontosan így alkotott meg minket. Hogy amikor mi vissza tudjuk tükrözni az ő dicsőségét, akkor ezt az emberek így észreveszik. Hidd téged, a te életedből elkezd ragyogni az a ragyogás, ami nincs ott mindenkinek az életében. De tudjátok, Istennek az az akarata, hogy mindannyiunknak ott legyen az az élet. De ez csak akkor lesz ott, ha ezt az életünket úgy használjuk, úgy éljük, ahogy ezt Isten megtervezte. Értitek? Tehát, hogyha tervező mérnökkel együttműködve élünk, akkor egy teljesen győztes életünk lesz. És tényleg, én azt tudom nektek mondani, hogy 25 éve elteltével én vagyok a leggazdagabb a világon, bár sokszor nincs egy fillérsem sem ember. Én vagyok a legboldogabb a világon, pedig nincs minek sokszor örülnem. Látszólag. De él az én Uram. Halleluja. Soha nem változik. Értitek? Itt körülöttünk ez az ország, ez a világ, ez változhat. Sőt, fog is változni. És lesz egy nagyon nagy megrázatás ebben a világban. Nagyon hamarosan. De aki az Úrba bízik, az meg nem szégyenül. Értitek? Ezért is jöttünk el közétek, hogy bátorítsunk titeket. Hogy tekerjétek az életetek fonalát, de között e köré a drótkötél köré. Mert az ellenség majd nagyon sok embernek próbálja széttépni az életét. Ahogy már érzitek is, hogy tönkre mennek házasságok, tönkre mennek barátságok, még a családokon belül is. Tényleg úgy van, amit Jézus mondott, hogy gyerekek fognak a szüleik ellen fordulni, szülők a gyerekeik ellen, barátok fognak szétválni. A szeretet nagyon sok emberben meg fog hidegülni. Az emberek lesznek magukat szeretők, pénzsóvárgók, és ezt már látjuk magunk körül. Így van? De pontosan ezekben az időkben kell nekünk megerősíteni a kapcsolatot odafel, az odafelvalókkal. És hogyha mi úgy döntünk, hogy mi Isten szerint akarjuk élni az életünket, testvéreink, nincs az az ördög, nincs az a Lucifer, nincs az a sátán, aki az utadba tudna állni. Hogyha te Isten szerint élsz. Komolyan. Amen. De csak akkor, amíg az ő játékszabályai szerint játszunk, az ördögnek a játékszabályai szerint, addig egyértelmű, hogy oda jön és kirúgja alólunk a lábat. És már jön is a kodasztóra. De ha mi Isten szerint éljük az életünket, akkor Isten az angyalai így állnak mellett. És így nézik az ördögöt, jobbra-balra. Azt írja az ige, mint az ordító oroszlán kerülget minket. És keresi azokat, akik kit nyeljen el. De ha te Isten szerint éled az életedet, soha nem nyelhet el téged az ellenség. És ez az egyetlen esélyünk, az, hogy az élő Istennel. Az élő Isten beszédére építjük az életünket, értitek? Mint egy olyan, hát ilyen, minek hívják ezt, ami az autókhoz adnak ezt a kézikönyv. Hogy hogyan használd ezt a járművet. Útmutatás, igen, hogy milyen olajat tegyél bele, milyen akkumulátort tegyél bele, milyen gumikat használjál rá. És ha e szerint csinálod, akkor az életed úgy fog menni, a hétköznapjaidat úgy fogod élni, hogy egyszerűen vissza fogod tükrözni Isten dicsőségét ott a Földön. És nem lesz benne félelem. Miért? Mert ő a te édesapád. És Jézus azért jött el, hogy az édesapádról újra közösségbe tudjunk lenni. Mert tudjátok, amikor egy utcagyerekként éljük az életünket, ki az utcagyerek, akinek se anyja, se apja, és saját magáról kell gondoskodni, kisgyerekként. El tudjátok ezt képzelni? Milyen lehet egy olyan gyereknek, aki 5-6-7-8 éves, és kim van az utcán is, és neki kell gondoskodni a saját ételéről, a saját italáról, az, hogy hova tegye le a fejét. Ez nem egészséges ez a kép. Mert egy kisgyerek egy családban kell felnőnie. Ez az Istentől való kép. Amen. De mi sokszor úgy éljük az életünket, mint egy utcagyerek. Mint aki nem tudjuk, hogy van egy édesapánk, aki nagyon szeret minket.
akinek az otthona, az ő háza mindig nyitva áll. És sokszor tényleg úgy éljük az életet, mint egy tékozló fiú. Ugye a hallottatok már a tékozló fiúnak a történetéről? Igen. Ugye ez a tékozló fiú is mit mondott? Az, hogy atyám, add ki nekem a részemet, és én azt csinálok vele, amit én akarok. Nem érdekel, hogy te mit szólsz ehhez. Ma is ez a probléma velünk. Hogy amíg a disznóknak a moslékjával megelégszünk, addig nem vágyunk vissza az atyai házhoz. De amikor megengedjük Istennek, hogy összetörje a szívünket, és azt mondjuk, hogy atyám, elrontottam, de szeretnék visszatérni hozzá. Az ajtó mindig nyitva áll, bármelyikőtök is, mindannyiunk előtt. És bármikor haza jöhetünk hozzá. Halleluja, jön belőle az üzenet. Mert ezzel van csordultig a szívem. És igazából ott tartottunk egy kb. Fél órával azért, hogy imádkozni szerettünk volna. Halleluja. Szóval csak bátorítani szeretnélek, testvéreim, titeket is, hogy tényleg nem azért vagyunk itt, hogy mi egy műsort leadjunk nektek. Vagy az, hogy egy színdarabot eljátszunk, és akkor mindenki hazamegy, és akkor voltunk egy összejövetelen. Hanem az, hogy bennetek is valami előjöjjön belőletek, valami, hogy aktívak legyetek arra, hogy tényleg az imába és mindenre oda tudjátok tenni magatokat az Úr elé. Amen. Mit szóltak hozzá? Jó? Halleluja. Imádkozzunk akkor. Jézus azt mondta, az ő idejében való, egy vallásos vezető jött Jézushoz éjszaka. Egy püspöknek nem nevezni, vagy valami ilyesminek a mai vallásos szavakkal. És jött Jézushoz éjszaka, és azt mondta neki, hogy tudjuk, hogy Istentől jöttél, mert senki nem tud olyan dolgokat tenni, amiket te teszel. És Jézus azt mondta neki, a vallásos vezetőnek mondta, hogyha újonnan nem születsz, soha nem láthatod meg az Isten országát. A vallásos vezetőnek mondta ezt, aki egyébként mintha Isten képviselte volna. Értitek? Még a vallásos vezetőknek is újjá kell születniük. Mert ez az egyetlen út a mennybe. És ez is, amiről Éva beszélt, ez is ez. És mindaz, amit most én is elmondtam nektek, ez nem más, mint azt, hogy belátom azt, hogy Istenem, eddig úgy éltem az életemet, ahogyan én akartam. Olyan olajat öntöttem az autómban, amilyet én akartam, nem olyat, amilyet te. Hanem olcsót öntöttem bele. És olyan gumikat hogy nem az útmutatás szerint éltem az életemet. Ezt hívják térésnek. És ezt hívják újjászületésnek, amikor azt mondom, hogy Istenem, leveszem a koronát a fejemről, amiről úgy gondoltam, hogy ott van. Mert addig a fejünkön gondoljuk a koronát, amíg mi akarjuk irányítani. Addig mi vagyunk a király, úgy gondoljuk, hogy mi irányítjuk az életünket. De amikor ezt a koronát hajlandóak vagyunk átadni a királyok királya számára, kezdődik az igazi életünk. És ezt szeretnénk felajánlani nektek ma, akik még esetleg nem születtetek újjá. Nektek is szól ez, mindnyájatoknak, hogy akik, ha újonnan nem születtek, nem láthatjátok meg az Isten országát. És erre szeretnénk a lehetőséget adni, hogy itt ma újjá tudjatok születni. És hogy a megyei édesapátoknak a családjához tudjatok tartozni a mai naptól kezdve. És hogyha van itt bárki, aki ezt szeretné megtenni, és fogunk segíteni neked ebben, csak egy imád fogunk veletek elmondani, de hogy ott van a szívetekben ez a vágy, hogy én is szeretnék újjászületni, én is szeretném azt az életet élni, amit Isten elképzelt a számomra, akkor emeld fel a kezedet ma itt, és fogunk neked ebben segíteni. Van itt valaki, aki ezt szeretném a megtenni? Nem kényszer, ahogy mondtam is, nagyon szépen köszönöm a... Nyugodtan, hátran, emeljétek fel a kezeteket, mert higgyétek el, köszönöm. Nagyon fontos az, hogy nekünk ki kell hirdetnünk azt, hogy Istenem, és nem szégyelhetjük őt az emberek előtt. Így van? Azt mondta Jézus, aki szégyel engem az emberek előtt, azt én is szégyelni fogom az én mennyei atyám előtt. És ez így van. Nekem is eljött ez a nap, mikor így felemeltem a kezemet én is, és nem érdekelt. Köszönöm szépen. De is szeretném Jézus befogadni a szívedbe.
meg fogjuk tenni. Látjátok, olyanok nem lesznek, mint a kicsi gyermekek, nem láthatjátok meg az Isten haszát. Ha még van itt bárki, legyetek bátrak is. Emeljétek magasra a kezeteket. Nem nekem emeled fel a kezedet, hanem Jézusnak, aki az életét adta érte. Mert ő fog beköltözni ma a szíveteidbe. Halleluja. Van még valaki? Utoljára kérdezem meg. Mert ezért jöttünk el ide erre a helyre. Azt, hogy megismerjétek, hogy ti mennyi édesapátokat személyesen is. Nem egy valláson keresztül, nem szívtől szívve. Amen. Halleluja. Ti, akik fölemeltétek a kezeiteket, kérlek, mondjatok el velem egy imád, jó? Amit fogok imádkozni, azt mondjátok utána, jó? Kicsi lány, te is tudsz velem imádkozni? Gyere ide hozzám, jó? Egy picit. Meg tudod fogni a kezemet? Mindnyájan is ide vettük majd, jó? Mindnyájan. Gyere, ez csak ide az elembe. Oké. Tudod majd utána mondani, amit fogok mondani? Jézus, kérlek, költözz a szívembe, költözz a szívembe, kérlek, bocsáss meg az én bűneimet, kérlek, bocsáss meg az én bűneimet, és úgy döntök, és úgy döntök, hogy neked adom az életemet, neked adom az életemet. Legyél az életem ura. Legyél az életem ura. És királya. És királya. Atyám. Atyám. Fogadj engem a te fiaddál. Fogadj engem a te fiaddál. Fogadj engem a te lányoddál. És kérlek, mutasd meg nekem az utat. És kérlek, mutasd meg nekem az utat. Hogy soha ne tévedjek el. Hogy soha ne tévedjek el. Töltsd be a szívemet a te szeretetedben. Töltsd be a szívemet a te szeretetedben. És hadd éljek úgy, ahogy te akarod. És hadd éljek úgy, ahogy te akarod. És ahogy te ezt megtervezted. És ahogy te ezt megtervezted. Mert akkor leszek a legboldogabb. Mert akkor leszek a legboldogabb ezen a világon. Amen. Halleluja. Halleluja. Látjátok, ennyi az egész. Azt írja a Biblia, hogy hatalmas örvendezés van a mennyben, a bűnös embernek a megtérés. Amen. Egyetlen bűnös embernek a megtérés. És tudjátok, én nem fogok mögöttetek állni holnap, már ma délután sem, de ott lesz Isten mindig veletek. Amen. És ott lesz, és nyugodtan szólítsátok meg őt, mint egy igazi édesapát. Mert ő igenis szeret benneteket. Annyira szeret, hogy még az egyetlen szülött fia sem volt neki drága, hogy odaadja értetek. Nekem van egy darab fiam. mint ahogy a mennyei édesapánknak is egy darab fia van. Így van? Akinek a neve a názáreti Jézus Krisztus. Most képzeljétek el, hogyha Istennek mindannyiunkért le kellett volna tenni mondjuk 1 milliárd forintot. Így megvásárolhatott volna minket. De ez az ár nagyon kevés lett volna a te értékedért. Mert sokkal többet érsz 1 milliárd forintnál. Valami olyat kellett érted fizetnie, amit nem lehet földi pénzben kifejezni. És ez az ő egyszülött fiának a vére volt. Az, hogy odaadja mindnyájunkért. És tudjátok, amikor Isten ezt a szeretetet nyilvánította ki az ember, az emberiség felé, ezzel mutatta be, ezt az áldozatot is készülni. Ha valaki oda jönne hozzám, és azt mondaná nekem, hogyha a te fiadat, nem mint nekem, hogyha te fiadat odaadod azért, hogy ezek a rablógyilkosok, ezek a pedofilok, ezek a mindenféle bűnözők kiszabaduljanak a börtönből, hogy odaadnám-e, hogy nem adnám oda. És valószínűleg te se adnád oda a gyerekedet. Így van? Igen. De Isten odaadta. Mert annyira szeretett téged és engem. És ezt kell mindig, hogy lássátok magatok előtt, hogy ez a ti értéketek.
Mert a világban, látjátok, 100 forintért meggyilkolnak valakit. A zsebéből kiveszik a pénzt, és kész. És úgy gondoljuk, hogy az emberi életnek nincsen értéke. De ez nem itt van Istennél. Mert nincs belőle két darab az egész világon. Nincs még egy olyan ember, mint te, sehol. Pedig 6-7 milliárd ember van ezen a földön. De belőled csak egy van. És annyira értékes vagy, hogy Jézus vissza akar vásárolni. Hogy kiszabadítson téged a bűneidből, és hogy úgy élhessd az életedet, ahogy ezt ő megtervezte. Halleluja. Amen. És ez az életünknek a célja, hogy megtaláljuk az Isten fiúságot. Szeretném megosztani magatokat egy olyan történetet, amiről Jézus maga beszél a Lukács evangélium 15-ben. Tudjátok mindjárt azt, hogy minden nyújtokat egy-egy egyénként Isten teremtett? Én mielőtt megszülettél erre a világra, Isten már gondolt, eltervezte, hogy erre a világra meg fogsz születni, eltervezte azt, hogy hogy fogsz kinézni, hol fogsz élni, milyen bőrszíned lesz, kik között leszel. És te, amikor még ott voltál az Atya szívében, mielőtt erre a földre jöttél volna, egyetértésben kerültél az Úrral. És ahogy megszülettél erre a világra, azt mondja a Biblia, hogy Isten a te édesapád saját kezével formált meg, saját kezével alkotott meg téged. És ő azért teremtett meg téged, hogy ő ténylegesen a te édesapád legyen, és te pedig az övé legyél. És hogy itt ezen a földön találkozzál ő vele, és elfogad őt a szívedbe, az ő fián Jézus Krisztuson keresztül, ugye ahogy mondtam a János 14.6 szerint, ő az út az Atyához. Amen. Az Atya egy igazi édesapa. Lehet, hogy soha nem volt földi édesapád, lehet, hogy rossz volt a földi édesapád. Lehet, hogy csalódtál abban az édesapában. Lehet, te magad vagy egy édesapa, aki itt ülsz most. Bárhol is van. Tudnod kell, hogy van egy olyan édesapád, aki feltétel nélkül szeret téged, és minden tudatot érted. Mert azt mondja a Biblia, hogy ha Jézust odaadta érted, hogyan ne adna vele együtt mindent oda neked. És a Lukács 15-ben az a történet, hogy van egy testvér pár, és ebből a fiatalabbik fiú úgy dönt, hogy ő kikéri az ő örökségét idő előtt az ő édesapjától, és elhagyja az apai házat. Abban az időben, tudjátok, Izrael népek között, valószínűleg most is így van, de akkor különösen így volt, hogy az, hogy valaki kikérje idő előtt az örökségét, ez azt is jelentette, hogy azzal azt mondta el, hogy bárcsak meg, mert tudod, az örökséget akkor kapod meg, hogyha meghal az édesapa, így van? Tehát az örökség az apáról fiúra száll rá, de ez akkor történik, amikor már nem él az édesapa, akkor kapja meg az örökséget a fiú, ugye ezt mindannyian tudjuk. Tehát tulajdonképpen azzal, hogy én kikérem az örökségemet korábban, majd hogy nem az ő halálát kívánom ezzel. Egy ilyen fiúról van szó, akinek az ő édesapja mégis kiadta az örökséget, odaadta neki. És ez a fiú elment, és eltékozolta az összes vagyon. Eltékozolta nőkre, italra, a szórakozásra, a mindenféle élvezetekre, a testi vágyainak a kielégítésére. És azt mondja a Biblia, hogy amikor elfogyott a pénze, eltűntek a barátok is. Hirtelen, addig volt csak fontos, addig volt ő a középpontban, ameddig adni tudott. Barátom, hogy az utolsó figura. És ez a világnak a szeretete, ez az emberi szeretet. Az emberi szeretet ideig, óráig tart. Amíg te szeretsz engem, én is szeretlek téged. Amíg te adni tudsz nekem, addig én is adok neked, kész kezet most. Ugye? Ez a világnak a szeretete, ez az emberi szeretet. És ez a fiú odáig jutott, hogy már nem volt semmije,
és a disznók között ébredt egy reggel, és ott volt közöttük, elszegődött ugye a disznó pásztornak, és hogy felébredt a disznók között, és az ő moslékukat ette, és ott élt a sárban közöttük, lealacsonyodva a bűn miatt, és tudjátok, ezt okozza mindig a bűn. Ezt okozza az a lázadás, hogy én nemet mondok, én kikérem az én jussamat, amiről Csaba beszélt. Ezt okozza az, hogy azt mondod, hogy én majd én megoldom, majd én úgy csinálom, ahogy én akarom. És odáig jut sok ember, hogy teljesen lealacsonyodik arra a szintre, hogy azt gondolod, onnan lejjebb már nincs. De ez a fiú egyszer azt gondolta, de hát az apám házában még a szolgáknak is jobb dolgunk van, mint nekem. Tudjátok, Isten házában azt mondja a Biblia, hogy minden ezüst, minden arany, minden drága kő, minden Isten, minden az övé. És az emberek is az övé, még te is az övé vagy. Ő belőle származol, mert nem lehetnél itt a Földön, ha ő nem teremtett volna meg téged, és ha ő nem küldött volna el erre a Földre. És tudjátok, mi történt? Ez a fiú elhatározta, hogy én visszatérek az én apám házához, és nem kérem tőle, hogy fogadjon vissza, hiszen én már kikértem a jussamat, már kikértem mindent, én már nem vagyok erre méltó, csak egy szolgájának fogadjon vissza engem. De tudjátok, mit reagált az édesapa? Mindeközben. Nem azt mondta, hogy de hát mit tett az én fiam? Hát itt hagyott engem, hát elfordult tőlem, hát nem engem választott. Ne. Az édesapa, vagy hol a pénz, igen. Az édesapa nap mint nap kinézett, és nap mint nap sóvárogva várta, hogy térjen vissza az apai házba, az atyai házba az ő fia. Várta minden nap. És egyszer csak a messziségből meglátta, gyertek nyugodtan, foglaljátok helyet. Egyszer csak a messziségből meglátta az édesapa, hogy közeledik valaki. És nézte, hogy ki közeledik a messzességből, és meglátta. Már biztosan megismerte az ő járásáról, hogy ez az ő fia. És tudjátok, mit csinált ez az édesapa? Elkezdett futni. Az ő fia felé. Futni az ő fia felé. És tudod, azt mondja az ige, ha te megteszel egyetlen lépést Isten felé, ő megteszi a 99-et te felé. Ő fut feléd ma is, ezen a mai napon is. A te mennyei édesapád szalad hozzá, és csak annyit mond, hogy tegyél meg egy lépést, csak fogadd el őt, csak gyere hozzá. És ő jön hozzád, és tudod, mint ő átkarolta ezt a fiút, átölelte, és téged is át akar ölelni. És azt mondta, hogy nem, hogy nem vagy méltó, hanem az én fiam vagy. Adjatok rá új ruhát, új palástot, húzzatok gyűrűt az ujjára, mert az a fiú, aki elveszett volt, és lehet, hogy te is így voltál, lehet elveszett voltál, lehet kóboroltál, lehet, hogy elvesztegettél mindent az életedben, lehet mindent tudattál. És a disznók martalékává lett minden. Lehet úgy jöttél ma ide, hogy egyetlen esélyt adsz még az Úrnak, hogy ha van Isten, akkor mentsen meg engem, de az én életem már nem értök. Lehet így vagy most itt. Tudod, hogy ez a mennyi édesapa szeret téged minden lényokban. És minden egyes napjának az életednek, minden egyes napjában arra vár, hogy mikor jössz ő hozzá. És ő azt akarja, hogy gyere haza. Ő azt akarja, hogy térj haza hozzá. Azt akarja, hogy fuss az ő karjaival, mert ő fut felé. Amen. És neki mindennél fontosabb az életed. Az Istennek, az Atyának nem az számít, hogy mit tettél. Nem az számít, hogy mennyire lecsúsztál. Nem az számít, hogy mit tékozoltál el. Nem az számít, hogy hány év telt el úgy, hogy azt mondod, hogy lehúzhatom a WC-n az eddigi életedet. Nem.
ez számít. Nem az számít, hogy hol állsz most. Egyetlen egy számít neki most, hogy a szívedben őt akarod-e, mert ő mindenével akar téged. Ő mindent odaadott már, amikor Jézus Krisztust elküldte a kereszten. Tudod, hogy Jézus Krisztus, amikor eljött erre a földre, ő tudta jól, hogy meg fog halni érted a kereszten. Ő már akkor látott téged. Halleluja. Azt mondja a Róma levél, hogy amikor még bűnösök voltunk, amikor még messze-messze jártunk tőle, amikor még csak nem is gondoltunk rá, sőt, megvetettük őt, sőt, elutasítottuk őt, sőt, mindennek elmondtuk, ő már akkor, érted, odaadta az életét a kereszten, meghalt, érted, már akkor, mert neki fontos vagy, és azt akar, hogy gyere haza az atyai házhoz, hogy térj haza ő hozzá. Csukjuk be most mindnyájan a szemünket. És nem azt kérem, hogy nyújtsd fel a kezed, teljesen mindegy, hogy most ki látja, ki nem látja, mert ez egy szívtől szívbe történő dolog. Hogyha ma megérintette ez a mennyei édesapa a te szívedet, az, aki most is sóvárogva várja, és néz kifelé, és nézi, hogy mikor tér haza az ő fia, az ő lánya, hogy mikor jön már haza, mert annyira, de annyira szeretem őt, annyira, de annyira vágyom arra, hogy vele legyek. Ha érzed a szívedben ezt a hívást, hogy hív téged az Atya, hív téged magához, akkor kérlek, mondd most utána a következő imát, és hidd el, nem máshoz hívunk téged, hanem ő hozzá. Nagyon nem érdekünk, hogy bárki máshoz, bármi máshoz hívjunk téged. Ahogy Csaba is mondta korábban, ez rólad szól és ő róla. Ez csak is rólad szól és ő róla. Tehát ha készen áll a szíved, és vágysz arra, hogy visszatérj az atyai házba, ahhoz a mennyei édesapához, aki mindennél jobban szeret téged, és csak szeret, és szeret, és szeret, és nem utasít el téged soha. Ő nem vet el téged soha. Bármilyen is volt a te földi édesapád, vagy ha egyáltalán nem volt földi édesapád, tudnod kell, hogy a te mennyei édesapád mindennél jobban szeret. És ha készen állsz most, kérlek, mondd ezt most utána. Atyám, a Jézus nevében, én most hazatérek hozzá. Kérlek, bocsáss meg, hogy eltékozoltam az én örökségemet eddig. De köszönöm neked, hogy adtál egy új esélyt, hogy hazatérhessek hozzá. És én úgy döntök, hogy hazatérek. És téged választok. Köszönöm, hogy elfogadtál. A Jézus nevében. Amen. Amen. Te, aki úgy döntöttél ma, hogy ténylegesen őt választottál, és szeretnéd, hogy imádkozzunk érted. Szeretnéd azt, hogy Isten, ez az édesapa, megváltoztassa teljesen az életedet, hogy kapj egy érintést, egy olyan érintést most tőle a mennyből, soha többé ne legyél ugyanaz. Kérlek, gyere most ide előre, és imádkozni szeretnék érted, jó? Vagy imádkozni szeretnénk érted, akár hogyha Csaba is úgy érzi, vagy a mi testvéreim kiskörösről úgy érzik, hogy szeretnénk ők is. Kérlek téged, ne szégyeld, tudod, hogy Isten nem szégyel téged. Lehet, hogy ez az egyetlen esélyed. Lehet ez a mai nap az egyetlen esélyed. De az Atya annyira szeret téged. Halleluja. Ő annyira szeret téged.
Minden legfontosabb vagy neki. És oda mondottam róla, soha. És soha nem is fogom mondani róla. Köszönöm, mert ez egy kis életét, Uram. Kérlek, drága szívem, hogy jöjjön most, Uram, és töltsd be őket. Elfogadtam. Menj neked dicsőségével. És imádkozom most.